Logika. Logika. Ez itt függöd. Az észak-kelet-magyarországi encs egyik cigány szegregátuma. Ez pedig a városrész egyetlen iskolája, amelynek újabb szárnya tavaly leégett, és valamiért azóta sem állították helyre. A leszakadt táblák és megperzselődött füzetek még mindig emlékeztetnek a történtekre. A lángok múlt szeptemberben csaptak fel, a tüzet rövid zárlat okozhatta. Hát ez egy szeptemberi este volt, és akkor mink is bent voltunk majd hát majdnem ugye alvásra készülöttünk, és akkor kaptam egy telefont, hogy ég az iskola. Szóval rengetegen felmentünk amúgy, a haverok, barátok, de akkor már az űzoltok ott voltak. És akkor oltották, próbálták eloltani azt, amit nem lehetett. Az Rínyi Ilona általános iskola helyi tagintézményében 132-en tanulnak, 99 uk roma. Évről évre egyre több a diák, ezért már a szerencsétlenség előtt konténereket kellett telepíteni az udvarba, hogy zavartalanul folyhasson az oktatás. A tűzben négy tanterem és több mosdó is kiégett, ezt a hiányt pedig már nem lehet pótolni. Alig egy évvel a tűzvész előtt festették ki például ezt a folyosót. A termekben interaktív táblákat szereltek fel, szinte az összes mosdót felújították, és a tanáriba is új bútorok kerültek. Ez azonban mind oda veszett. Egyelőre senki sem tudja azt, hogy a fügödi gyerekek mikor tanulhatnak újra olyan kényelemben, mint egy évvel ezelőtt. A legtöbb fügödinek nincsen autója, se pénze buszra, ezért fontos számukra, hogy gyalog távolságra legyen az iskola. A kapukat folyamatosan zsilipszerűen zárják, és iskolaőr járja az udvart, így kevés a csellengő. A tanárok pedig bizalmi viszonyt alakítottak ki az összes szülővel. Szabó Beáta igazgatónő szerint éppen ezért a tanítás nem szünetelhetett, és gyorsan kellett megoldást találniuk. Délelőtt az alsó tagozatosok, délután a felső tagozatosok vannak az épületben. A tanulók kétkeztetése ugyanúgy folyik, mint előtte, tehát a, a tíz órai ebéd és uzsonna biztosította számokra. Ennek ellenére mindenki úgy várja a felújítást, mint a messiást. A szerencsétlenség után ugyanis csak három mellékhelység maradt az intézményben. Egy a tanároknak, kettő a diákoknak. Bár az oktatók mindent megtesznek, ilyen körülmények között nehéz a tanulásra koncentrálni. A telepen élők többsége a nyolc osztály elvégzése után közmunkás lesz. Én gyerekem pedig normális, van értem viselkedés, mert nem úgy nevelem a gyerekemet, mint áldi mód, de viszont nyolcadik osztályos, most csináltam meg a szemük az meg tudom mutatni, be tudom és a gyerek se így, és nem tud. A országgyűlési képviselője a választások előtt azt ígérte, hogy a fügödi gyerekek már a megújult intézményben fogják elkezdeni az idei tanévet. Meg szerettük volna tudni Hörcsik Riártól, hogy hol akadt el a folyamat, de nem válaszolt a megkeresésünkre. Nektek van kukátok? Encs polgármestere azonban elárulta, a kivitelezés azért is csúszik, mert a folyamatos túljelentkezés miatt a tankerület úgy döntött, hogy egy kalap alatt ki is bővíti az intézményt. Az engedélyeztetés és a közbeszerzés lezajlott, a munkagépek mégsem indultak el. Amint megvan a kormányzati döntés, szerintem azonnal el tud kezdődni az építkezés. A közbeszerzés lezajlott, a kormányzat mellé rendeli azt a forrás, pénzforrást, amivel fel kell újítani, bővíteni be kell az épületet, akkor szerintem napokon belül látható a munkaterület. Én képviselő úrral sokszor beszéltem erről, sokszor kértük azt, hogy történjen előrelépés, ő mindig jelezte felénk azt, hogy próbálkozik természetesen. Volt kormányzat felé is jelzésünk az, hogy ezt minél hamarabb meg kell oldanunk ezt a problémát, de minden ilyen problémánkkal így vagyunk. Tehát most kiragadunk egy viszmajor helyzetet természetesen, de mondjuk az óvodánkkal is hasonló problémák vannak, hiszen már azt is kinőttük, és már a közösségi házat veszük igénybe, és 70, 75 gyereknek nem tudunk olyan színvonalon nevelési intézményt fenntartani most, amíg, amíg nem kapunk fejlesztési forrásokat. A késlekedés hátterében az egyre mélyülő gazdasági válság állhat. A kormány pénzszűkében beszüntette a nem létfontosságú beruházásokat. Mondjuk a fügödieknek létfontosságú az iskola felújítása, ami bőven kijönne az új atlétikai stadion építési költségének egyezrelékéből.